Köszöntöm Önöket! A 2020. évi Velencei Tavi turisztikai évadnyitó keretében immár második alkalommal adták át a Velencei Tavi Kistérségi Alapítvány által alapított Velencei Tóért díjat. Az elismerést Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hezében dr. Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának, a Velencei Tavi partfal rekonstrukciós projekt vezetőjének adta át. Ezzel is méltányolva a tó fejlesztéseért és gazdaságáért, felemelkedéseért végzett erőfeszítéseit, kitartó maradandó tevékenységét. A Fehérvár televízió stúdiójában nagy tisztelettel köszöntöm dr. Csonki Istvánt. Kezdjük csak, én is köszöntöm a nézőket. Amellett, hogy természetesen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, tiszta örömmel gratulálok az elismeréshez, nagy munka van ön mögött, és majd ahogy elhangzik, ön előtt is. Köszönöm szépen. Egy ilyen elismerés lehetőséget ad arra, hogy egy picit visszatekintsünk, és egy picit összegezzünk a Velencei tó partfal építéssel kapcsolatban. Milyen előzmények után indult meg ez a folyamat? Minden ilyen nagy beruházásnak nagyon komoly előkészítő munkája van. Tehát több mint 5 évvel ezelőtt, most valószínűleg 6. éve, amikor elkezdtük egyáltalán ezt a projektet, hogy mi is a Velencei tónak, de nem csak a tónak, hanem az egész vízgyűjtőnek a problémája, hogy kéne hozzányúlni, milyen beavatkozásokat kéne csinálni, akkor 3 olyan központi dolgot tudtunk megállapítani, ami fontos a tó életébe. Természetesen az egyik az, hogy a 70-es, 80-as években kiépült partvédőműveket, amik az akkori kornak, technológiának megfelelően épültek, ez nagyon sok helyen tönkrement már, sok helyen balesetveszélyessé vált. Ennek mindenképpen a rekonstrukcióját megoldjuk, de úgy, hogy közben egy természetközeli állapotot is megőrizzünk. Tehát fontos szempont volt az, hogy 1 méterrel több partfal ne épüljön a tavon, inkább kevesebb épüljön, bontsuk ki több helyen a partfalat, illetve alakítsuk át. A második nagy csoport volt az, hogy a vízgyűjtő területen milyen problémák vannak. Itt megfogalmaztuk a Pátkai-Zámai tározó felújítását, Császárvíz, Dinyés-Kajtori csatorna rekonstrukciót, ez volt a második nagy csoport. És hát a harmadik, ami megjelent a tó mellett, az, hogy egyre nagyobb a népesség és egyre nagyobb az állandó lakos a Velencei tó körül. Ezzel együtt az infrastruktúra nem fejlődött, a csapadékvíz elvezetés, csapadékvíz gazdálkodás komoly gondokat okoz a településen, mind Gárdonyban, mind Velencében, tehát foglalkozzunk ezzel a csomaggal is. Ez a 3 csomagot összeállítottuk, meghatároztuk a fő paramétereket, és hát beköltségeltük. És hát akkor egy nagyon nagy szám jött ki, és akkor indult éppen az Európai Uniós következő ciklus, és mondták, hogy mennyi forrást tudunk szerezni erre a munkára. És hát mondták, hogy hát 14 milliárd van, akkor mi a legfontosabb, így rangsorba kellett állítani a feladatokat, így mind a Pátkai-Zámai tározó most nem fért bele, mind a belterületi csapadékvízgazdálkodási terv nem, maradt a Velencei tó, és annak egy olyan műszaki tartalmát kellett meghatároznunk, hogy hogyan tudjuk ezt elindítani, és hát akkor folyamatosan elindult a tervezés, a pályáztatás, sikerült megnyerni a forrásokat, és hát elindult a munka, ami remélhetőleg következő évben be is fejeződik. Ha már itt a költségvetésről volt szó, és az összegek tervezéséről volt szó, akkor hagyj kérdezzem meg, hogy azóta évek teltek el, és változott a gazdasági helyzet is, hogy lehet tartani egy olyan tervet, amit akkor alakítottak ki? A 3 blokknak a tervét az akkori árakat mondom, de amikor elkezdtük a versenyeztetést, és már konkrétan csak a Velencei tóra koncentrálva, akkor egy összegbe leszerződtünk. Tehát gyakorlatilag ezt az árat tartják, nem lesz emelkedés, nem történik meg, tehát ebből a pénzből valósítjuk meg, ami az eredeti versenyeztetés után valósult meg. Mikor kezdődött az effektív munka? Gyakorlatilag tavaly tavasszal kezdődött, amikor ténylegesen elindultak már a munkák, hiszen előtte kiviteli tervet kellett készíteni, azt egyeztetni. Borzasztóan sok egyeztetés árán született meg, hiába a tervezés során már egyeztettünk az önkormányzatokkal, a területhasználókkal, több lakossági fórumot tartottunk, ott mindig jöttek új ötletek, hát hogy mondjam, még ma is jönnek új ötletek, tehát nagyon nehéz befejezni ezt a munkát, hiszen amíg rajzokat látnak az emberek, és elmondjuk, hogy mi készül, az egy dolog. Amikor a valóságban látják, akkor azt mondják, hogy na, akkor ez kellene. Mondok pár példát, hogy érthetőbb legyen. Ahogy elkezdtük építeni a
függőleges partfalakat, tehát csónakikötőknél, hajóállomásoknál. Fölmerült az a kérdés, hogy jó, és mi van akkor, ha valaki véletlenül beleesik a vízbe, nem tud ezen kimászni. Tehát logikus, hogy módosítani kellett, tartalék kellett terhére, akkor most elkezdjük egy életmentő létrák elhelyezése és legyártását. Fölmerült a csónakikötők esetében, hogy hát jó lenne, hogyha a sóját is be tudnánk tenni, hogy ahol be tudja tenni valaki a csónakját, ki tudja venni. Ez már olyan határeset volt, hiszen ez már turisztikai fejlesztés és a mindenki környezetvédelmi. De ezt is sikerült módosítani. De mindig vannak olyan kisebb módosítgatások, amit kell, nem csak előtte, hanem közben is. És hát nagyon sok igényt kellett kielégíteni, a horgászokét, a természetvédelem érdekét, hiszen nem csak partfalak épülnek, hanem nagyon sok természetvédelmi beavatkozás is készül. Tehát olyan halbölcsők, halívóhelyek, amivel visszaadjuk a természetnek azt, amilyen volt a Balaton vagy a Velencei tó régen, tehát mesterséges és természetes szaporodó helyeket állítunk vissza. A dínyési részen, ahol a régi nátkihordó utak voltak, ezek a csapások, úgynevezett csapások, hát a nátkitermelés már nem csónakon keresztül történik, ezek feliszapolódtak, de a víz frissítése szempontjából fontos erek voltak. Na most ezeknek a fenntartását is meg kell oldani, hogy most újra átjárja a víz, újra az élő vízzel találkozzon ez a növényzet, ne pusztuljon ki. Tehát nagyon sok olyan, de közben megjelent, illetve nem megjelent, hanem ott volt a tengermelléki káka, ami vöröskönyves növény, nagyon ritka, Magyarországon szinte egyedülálló, sőt mondhatom azt, hogy Közép-Európában egyedülálló állomány található. Ennek a védelmét meg kellett találni, hogy tudjuk. Aki lemegy most a Sokorói Szabadstrandra, ott például látja a partvédőmű előtt azt a csíkot, ami hagymaszálszerűen nő ki, egy szigorúan védett növény, mindenki vigyázzon rá. Ott ki kellett alakítani, hogy tudnak bemenni. Így két oldalt, két famulót építettünk, hogy azon keresztül tudjanak majd a vízbe is bemenni. Tehát sok olyan dolog jött, természetvédelem, környezetvédelem, turisztika, önkormányzati igények, amiket össze kellett nekünk egybe gyúrni. Persze mindig van olyan, ami valakinek az érdekeit sérti félrét és ne essék, de egy kompromisszum árán lőtt létre most ez a beavatkozás. Tehát a partfal felújításán kívül sok minden mást is érint, például említette a csónakikötőket, de vannak a Velencei tavon, például Agárdon, Velencén és Pákozdon is a Szúnyogszigetnél hajó kikötők is. Ezek is megváltoznak? Más lesz a kép is? Igen, hát a hajókikötők is megújulnak, tehát ha valaki most elmegy a Szúnyogszigetre, az például ott már teljesen elkészült az új kikötő. Tehát oda már lehet látni, hogy mind a partfal megújult, mind annak a burkolata, tehát most már körbejárható és nézhető a kikötők is. Tehát a beállókra, a hajóbeállókra vagy hajókikötőkre vonatkozóan is történt egy, hiszen turisztikai fejlesztés is kapcsolódik hozzá. Hangsúlyozom, nem tudjuk az egész kikötőt felújítani, mert a partfal részét teljes egészében felújítottuk, tehát megteremtettük a lehetőséget, hogy még nagyobb turistaforgalom legyen. Mi a helyzet az Agárdi mólóval, ami valójában nem csak kikötő, hanem egy idegenforgalmi központ is időnként? Ugyanúgy fel lesz újítva teljes egészében. Fontos azért, hogy azért a Velencei tó nyáron működik, tehát úgy kell egy beruházást végrehajtanunk, hogy közben a fürdőzés turisztikát minimális értékben korlátozzuk. Tehát ez egy pár helyen konfliktusokat okoz, de a legtöbb helyen ezért sikerül megoldani. Megváltozik nagyon majd Velencei tó képe, főleg Agárdnál, ha valaki a Popstrand környékén megnézi, hiszen ott egy sziget lesz kialakítva, egy átkötő csatornával, az ottani kikötő például megszűnik, csónak kikötő, ahol a szobrok vannak, az az ösvény van, a kerékpár. Most látszik is, hogy elhanyagolt már, mert a nádas átvette a teret. Igen, de most hogy mondjam, ennek borzasztó fontos szerepe van, hiszen pont azon a részen hátulról egy nagyon nagy területről érkezik be a csapadékvíz. A csapadékvíz azért heves eszűsítek folyamán azért elég sok olyan anyagot behoz, ami nem kívánatos a tó életében, hiszen most 24 ilyen öböl található a tó mellett. Ennek az ISZAP vizsgálata kimutatta, hogy nagyon sok benne az a idézőjelbe szennyező anyag, ami vízminőségromláshoz vezethet. Tehát annyira felgyülemlett benne a foszfor, nitrogén, hogy ezeknek az eltávolítása is megtörténik, de úgy, hogy a nádas megmaradjon. És azért engedjük be a nádast, hogy egyfajta szűrő, biológiai szűrő lesz, ami megszűri a vizet, mielőtt bejutna a tóba. Tehát egy kicsi kis Balaton szűrőmező alakul ki minden ilyen bevezetésnél a tóvíz minősége érdekében. De hát az északi parton mesterségesen is létrehozunk ilyeneket. A
északról érkező vízfolyásoknál, pont a torkolatnál úgynevezett csankoló terek, amik kiszűrik a vizet, tehát mind a lebegő, mind a görgetett hordalékot megkötik, hogy ne a tóba jussanak. Tehát nem akarjuk, hogy a tóba legyen majd felhalmozódás, hanem inkább előtte egyfajta vakbelet csinálunk, mesterséges vakbelet csinálunk a vízfolyásokra. Hogy mennyire fontos a tervezés, akár a helyszín és az időpont tekintetében erre igazolódik a sukorói evezős pálya, hiszen ott tavaly világversenyt rendeztek, és úgy kellett elkészülni, hogy addigra a több száz versenyzőt fogadni tudja a terület. Igen, hát voltak ilyen mérföldkövek, amiket úgy letettek, hiszen azt mondták, hogy aki emlékszik még a régi evezős pályára, ott egy függőleges partfal volt, elég rossz állapotban már. Félrejtés nehézség azért az eltelt 40 évben bírta ezt a terhelést, tehát jól meg lett építve az, de hát 40 év eltelt. Minden... És azért volt egy nagy hibája, hogy visszajött a hullám. Igen. Tehát amikor elkezdtük a tárgyalást az evező szövetséggel, akkor közölték, hogy a szélső pálya az gyakorlatilag használhatatlan, mert visszaverődik róla a hullám, és nem igazán szerencsés, tehát alakítsuk át a partfalat. Na igen, ám csak ugyanezen a pályán rendeznek országos versenyeket is a horgászok. Na most a horgászoknak pedig ez igen kedvező volt, hiszen közvetlenül egy mély vízbe tudtak horgászni, oda tudtak ülni a vízpartra. Ők megint támasztották ezt az igényt, hogy továbbra is szeretnének így. Na most ez körülbelül olyan 3-4 évig húzódott ez a fajta egyeztetés, hogy alakítsuk át a partfalat. Egyértelműen hullámcsillapítás volt a cél, de úgy, hogy a horgászat igényeinek is megfelelő legyen. Ugye a tervező kollégák azért nagyon sok külföldi helyet is megnézve állapították meg azt a fajta rézsű kialakítást, ami egy nagyon lapos rézsű, természetes kőszórással, ami ténylegesen csillapítja a hullámokat, és úgy alakítottuk át a függőleges partfalat, hogy a tövét meghagytuk, tehát megmaradt a mélyvíz, és ahhoz csatlakoztunk hozzá. Tehát a kettő kombinációja lett kialakítva, azaz megmaradt a mélyvíz is, kellő távolságban le tudnak ülni, egy a hármas rézsű az egy eléggé lapos, tehát oda tudnak ülni, és a kettőt össze tudják hangolni egymás mellett. Természetesen még mindig gond az evezős pályán áll a bójakötélsor a víz alatt, de azt mondtuk, hogy az már nem ennek a projektnek a része, tehát továbbra is tart azért ez a harc, hiszen egymás mellett élni mindig kompromisszumokkal jár. Nyilván figyelni kellett a szezonra is, hogy a strandokon akkor ne folyjon munka, amikor mondjuk a legforgalmasabb a strand. Igen, hát ez egy nehéz dolog volt, hiszen a szerződés úgy köttetett, hogy nincsenek részszámlák, nincsenek részműszaki átadások. Tehát egyszer a végén és kész. Na most logikus, hogy vannak partszakaszok, amik elkészülnek előbb, valamit nem készülnek előbb. Úgy látszott, hogy ezt akkor nem tudjuk megcsinálni, hiszen ha valaki megcsinál egy strandszakaszt, akkor ott nem lehet majd fürödni. Hát ez elég furcsa, mert akkor munkaterület lesz az egész. Így most áthidaló megoldásként azt találtuk ki, hogy mint vagyonkezelő visszaveszem ezeket a partfalszakaszokat, és átadom annak az üzemeltetőnek, aki üzemelteti. Így történt például a Drótszamár kempingnél is, hogy elkészült a teljes partvédő, mert a tavalyi évben jött a szezon, egy állapotrögzítő tervet csináltunk, átadtuk az üzemeltetőnek, össze pedig visszavettük, és akkor így majd a beruházás végén tudjuk visszavenni. Természetesen a fürdési szezonra folyamatos egyeztetés van mind a három önkormányzattal. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezővel összeállítunk mindig egy olyan csoportot, hogy mit tudunk megcsinálni előtte, ezt bemutatjuk a polgármesteri hivatalnak, és megmondjuk, hogy hol nem akarunk dolgozni, akkor természetesen azon szakaszon szeptemberig nem dolgozunk, a másik területen pedig addig befejezzük, és akkor átadjuk annak az üzemeltetőnek, aki üzemelteti a szakaszt. Ez egy kicsit lassítja a munkát, hiszen, de hát tudomásul kell venni, hogy a tó élt, a tó működik, ezzel nem lehet gátolni. Lassította a munkát tavasszal a koronavírus adta helyzet? Automatikusan 3 hónapot minden kivitelezés csúszhat most Európai Uniós, tehát ezt megkaptuk, hiszen minden kivitelező bejelentette automatikusan a Viszmajor természetesen, meg is kapták a maguk 100 napját. Furcsa mód nem. Tehát a kivitelezők a megfelelő UVO szabályokat betartva tudtak dolgozni, és nagyon kevesen voltak a parton. Tehát hagyd mondjam azt, hogy egyáltalán nem gátolta, sőt egy-két helyen még segítette is most a munkánkat. Természetesen a kivitelezők végig dolgoztak, ez mondjuk szerencsénk volt, mert megtehették volna, hogy nem dolgoznak, de mind a két cég, akivel szerződtünk,
ezt gyakorlatilag a koronavírus ideje alatt is folytatta a munkát. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy ugyan tavaly tavasszal kezdődtek a munkálatok, de most már szinte a felénél járnak? Már túl vagyunk a felénél. Túl a felénél. Túl vagyunk a felénél. Hol dolgoznak most? Ez egy érdekes kérdés, mert ha most a kotrási munkákat mondom, akkor a kotrási munkákat végző gépet most éppen átvittem a Balatonra. Tehát Csukoró környékén kellett volna kotorni, ott be is vagyunk csövezve, és gyakorlatilag onnan most el kellett vinni. Ahol munka folyik, az Agárdi Popston melletti szakaszon, le is van kerítve ez a munkaterület, itt folynak. Gárdonyban azokon a sétányokon, illetve csónakikötőknél, ahol nincsen lezárt rész, ezeken kisebb partfelépítési munkák folynak, illetve hát a Dinnyesi Mohoz kikötőnél lehet látni, hogy folyamatosan megy a visszanyert anyagnak a feldolgozása, hiszen nagyon fontos volt a beruházás során, hogy ne keletkezzen hulladék. Tehát amit mi elbontunk, régi beton partfalat, ezt ha valaki ott az alsó úton megy, akkor látja, hogy hatalmas kőtörőgépekkel összetörjük, és ezt az adalékanyagot visszaépítjük. Tehát a partfalakban benne van a régi partfal, sőt, még úgy néz ki, hogy vennünk is kell anyagot, nem is elég, hogy az egészet megépítsük hozzá, de nem kerül elszállításra semmi, tehát szét van válogatva, az acél külön elszállítva, és a beton vissza van építve a partfalakba. Említette a kotrást, erről jutott eszembe, hogy a 70-es években, amikor kotorták a tavat, a feljött iszapot a tó közepén egy sziget kialakítására használták, ez a Cserepes sziget, ami szintén rendelkezett azzal a betonfallal a szegélyén körben, mint amivel a part, a Cserepes sziget is megújul. Most is folyamatban van, ott is dolgozunk. A Cserepes-szigeten most is dolgozunk, hiszen az elzárt terület nem zavarja a turistákat. Ott is folynak most a munkák, de nem csak ott, hanem a Velence-szigeten is folynak a munkák. Mind a két szigetnek a partvédőműve kiépül. A Cserepesre visszatérve úgy alakítjuk ki, hogy a 70-es, 80-as években végzett kotrások után ott maradt terület még bőven be tud fogadni mederanyagot. A velencei tót pedig fenn kell tartani. Mint minden élőlényt, ezt is majd fenntartó kotrásra kell. Tehát a benne lévő anyagból úgy csináljuk, hogy most körülbelül egy negyed részén végleges szintre feltöltjük, és kialakítunk egy olyan részt, ami kvázi egyfajta turisztikai hasznosításra megfelelő. Ez az Agárd felüli részen lenne. Partvallal megújulva, egy kis csónakbeállóval, hangsúlyozom, semmiféle épületet nem tervezünk rá. De mind a horgászoknak, mind a kirándulóknak egyfajta kiszállási lehetőséget teremt ezen a szigeten, és a szigetnek a háromnegyed része pedig megmarad zagytérnek, tehát zagyelhelyezési lehetőségnek, hogy amennyiben évek során majd fenn kell tartani, akkor ide el tudjuk helyezni majd a kotrási anyagot, hiszen a parti rész már beépült. Ott már újabb zagytereket nagyon nem lehet kialakítani, ez adja magát. A Velence-sziget, ott gyakorlatilag megtelt az zagytér, ez egy közel természetes partszakasz, de hát azért a hullámzásnak, az eróziónak ki van téve, így egy kőszorásos partbiztosítást kap egy csónakbeállóval, és hát a művésztelepnek ad otthont. A Péter Ágnes féle művészeti csoportnak ad otthon, aki, hogy mondja, most is irányítja a munkákat, hiszen kisebb terebrendezéseket kért, hogy megmaradjon a szigetnek az a vadregényessége. Nem vágunk ki fát, nem vágunk ki cserjét, de körbejárható legyen a sziget, nem csak a művészeknek, hanem a horgászoknak is, a horgász, kedvenc horgászhely, és egy normális csónakikötőt is kialakítunk, csónakbeálló helyet is ezen a részen. Nem történik oda a továbbiakban iszap kitermelése, ez megmarad, tehát az ott természetesen kialakult fás növényzet, az megmarad továbbra is, és hát a művésztelepnek épül ott egy kis beállója, hogy eső elől be tudjanak vonulni, ami egy, azt hiszem, hogy jó lesz, más épület ott nem készül. Tehát ez egy ilyen vadregényes, kicsit Fekete Istvános, kicsit zugmaradató életébe, míg a másik azért egy komolyabb a Cserepes-sziget. A Székesfehérvárról elérjük Dinnyesnél a Velencei tavat, akkor a valamiféle medence építést látunk, mint hogyha jól látjuk, az valamiféle medence. Igen, ezek a régi zagyterek voltak ott, ez a Mohoz kikötő, illetve hát a mi telepünk között. És a Mohosz, hát ha jól emlékszem, olyan 7 évvel ezelőtt készített erre egy tervet, hogy egy mesterséges halbölcsőt kialakítsanak ott. El is készültek a kiviteli tervek erre vonatkozóan, hiszen nincsenek feltöltve ezek a
kvázi medencék, és próbált pályázni. De hát szoros a kapcsolat, hogy említettem, nem csak az önkormányzattal, a NOMOSZ-szal is, és nekünk megtetszett ez a terv, őnekik nem sikerült pályázatra benyújtani, mi beemeltük ebbe a projektbe az ő elképzelésüket, úgyhogy mi megvalósítjuk, és utána üzemeltetésre átadjuk. Ennek az a lényege, hogy fél mesterséges állapotban lenne egy halszaporítás. Tehát kialakítunk medencéket, amiben velencei tóvizet fogunk beemelni, és Dínyésről hozunk át anyahalakat. Ezek természetes körülmények között ott leívnak, utána visszavisszük az anyaállatokat természetesen, és a kis csemeték, a kis halporantyok ebben a zárt medencében nőnének fel. Azért fontos ez, hogy sem a ragadozók, sem mi más nem tudja őket megtizedelni, tehát egy védett helyen megnőnek, és amikor már olyan nagyságúak lesznek, akkor kvázi kinyitjuk a zsilipet, és beengedjük őket a tóba, és ott tovább nőnek. Tehát fontos, hogy itteni halfaunát félmesterségesen szaporítva, egyből beengedve a tóba, de hát ugyanígy kialakulnak majd természetes ivóhelyek az északi parton, ahol pedig visszaadjuk azt a régi velencei tópartját, hogy nagyon-nagyon lapos rézsüt alakítunk ki, tehát elbontjuk a régi zagygátakat, ez befüvesedik, és gyakorlatilag az anyállatok kimennek erre ívni, és ott egy természetes szaporulat lesz, ott a védelem már nem lesz meg, csak a halőrök részéről, hogy vigyázzanak az állatokra. Tehát gondolunk arra, hogy a tónak ne csak egy mesterséges betelepítése legyen, hanem ott is egy élővilágot helyszínen tudjunk segíteni. Muszáj beszélnünk a Balatonról is, hiszen ott most gond van és feladatot ad a vízügyi igazgatóságnak. Mi történt a Balatonnal? Hú, ez nagyon hosszú is törje. Pedig alig van időnk. Alig van idő. Nagyon gyorsan. 2000, tehát ugye a Velencei tónak megvolt a maga revitalizációja, a Balatonnál is megvolt ez a folyamat a 70-es évektől, turisztika fejlődött, terhelés, belső-külső terhelés megnövekedése. Ez tartott 2003-ig. Akkor már idestova 7-8 éve a vízminőség nagyon megfelelő volt a Balatonon, így leállt mindenfajta ilyen jellegű feladat. 2000-ben először lehetett érezni a klímaváltozásnak a vízgazdálkodási kimérhető adatait. Ez azt jelentette, hogy 1924-től vannak pontos adataink, hogy kevesebb víz érkezett a tóba, mint amennyi elpárolgott. Tehát negatív lett a vízmérlegünk. Az első figyelmeztetőjel ezt követően 2004-ig lecsökkent 30 centire. Tehát egy vízkészletbeli gondjaink voltak, és akkor különböző vízpótlás, különböző dolgok merültek fel az emberekbe, hál' Istennek, vagy a tudósokba. Hál' Istennek az az ötlet jött ki végül, hogy idegen vizet nem hozunk, hanem a tóban tároljuk a vizet, emeljük meg 10 centivel a felső határt 120 centire, és akkor ez a legolcsóbb, tehát egy velencei tónyi, másfél velencei tónyi mennyiséggel többet tározzunk be, és akkor ez majd megoldja a problémákat, nem véglegesen, meg alkalmazkodjunk hozzá. Hangsúlyozom, készlettel foglalkoztunk, vízkészlettel. Senkibe föl nem merült, hogy a klímaváltozásnak lesznek majd vízminőségi problémái is. Ezek most kezdenek el jelentkezni, tavalyi évben jött, és nem csak itt a Balatonon, hanem az ország minden pontján. A Felső-Tiszától elkezdve Szegedig, a holtágakba, halastavakba elindult egy vízminőségi romlás a klímaváltozás hatására, tehát a felmelegedéstől gyakorlatilag visszajönnek azok az algafajták, amik régen voltak, de is eltűntek. 2019. augusztus végén a Kesztei és a Szigligeti öbölbe olyan mennyiségben feldúsult az alga, ezek a cianobak, fonalas algák, illetve fecskemoszatok, hogy a teljes víztérbe egy sűrű alga bevonatot képeztek. Olyan értékeket mértünk, csak nagyságrendileg mondom, hogy a fürdőzési határíték az 50 mg per köbméter, áklorofil értékbe számolva, na most akkor 300-as értékeket mértünk. Tehát elméletleg már régen abba kellett volna hagyni. Jött két nap múlva egy szél, eloszlatta az egészet, eltűnt. Ez volt a figyelmeztetőjel. Onnantól kezdve kőkemény monitorozásba kezdtünk, és hát sajnos most nem augusztus végén, hanem már július elején. Már 60-as, 70-es értékeket mérünk ezt egy Szigliget térségében. Egyértelműen a foszfort fel tudja venni az alga az alsó iszaprétegből, tehát elkezdődtek azok a fajta beavatkozások ismét, amik voltak. Most pillanatnyilag hamarosan három kotró is elkezd dolgozni. A leg,
szennyezettebb területen, tehát Györök-Szigliget térségében. Tehát kotrással lehet megszüntetni. Hát a foszfát ki kell venni. Tehát nem akarok senkit untatni, de a Balaton tápanyag mérlegéből kijött az, amilyen nézzünk a befolyó és az eltávozó foszfor mennyiséget, hogy egy év alatt, a tavalyi évben 146 tonna maradt benne Balatonba. Ez azt jelenti, hogy akkumulálódott az iszabba. Ha belegondolunk, 2003 óta nem kotrom, tehát közel 2000 tonna az a foszfor, ami bejutott. Tehát nem egyszeri hirtelen terhelés, hanem folyamatosan akkumulálódott. Tudomásul kell venni, hogy mind a Balaton, mind a Velencei tó egy kicsit öregedő, de gyönyörű szép élőlény. Na most ugyanúgy a lakásunkat takarítani kell, porszívozni kell, ezt is fent kell tartani, tehát át kell térni egyfajta fenntartó kotrásokra minden évben, egyensúlyba tartva a foszforral, hogy az alga ne tudjon felszaporodni, de hát a figyelmeztető jel itt volt. Mit jelent a jelenlegi helyzet a strandolók szempontjából? Néha megjelennek olyan hírek, hogy akkor most milyen nagy veszély van. Én hagyd mondjam azt, hogy szegény Gorzó Gyuri, a laborvezetőnk volt, és már ő a 70-es, 80-es években is ezt részletesen vizsgálta, ő azt mondta, hogyha ebből az algából összegyűlik egy nagy folt egy csendes öbölbe, és ebből merítek egy kis vödörrel, és akkor ezt megiszom, akkor lehet, hogy hasmenésem lesz. Tehát nem kell misztifikálni ezt a dolgot. Aki érzékeny, annál lehet, hogy elképzelt egy bőrirritáció, de ezt le lehet mosni, és egy enyhe hasmenés, ha nagyon sokat nyelünk ebből a vízből. Tehát tudni kell, hogy ez a tó, köszöni szépen, ő reagál valamire. Ő neki nincs semmi baja, nincs halpusztulás, semmi. Kinek van baja vele? Nekünk, embereknek. Tehát alkalmazkodnunk kell hozzá, és a szükséges beavatkozásokat megtennünk. Hiszen mi beavatkoztunk egy tó életébe, nem hagytuk öregedni, a ráncokat elkezdtük felvarni rajta, na most ő pedig reagál. Nekünk akkor megint az embereket zavarja, a tavat nem zavarja, köszöni szépen, jól van, de ugyanez van most Pátkán, Zámolyon, ha valaki kimegy, megnézi, ugyanezt tapasztalja. A Velencei tónál nem. Minden esetre standoljunk azért, bárcsán egyelőre, minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elhozta nekünk. Nagyon szíves. Kedves nézőink, dr. Csonki Istvánnal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra.